1985-ben születtem Szekszárdon. A szüleim, édesanyám felvidéki származású, innen a szomszédos településen Kalaznon született ő már, de a szülei felvidékről érkeztek. Édesapám az székely származású, ő is itt Felsőnánán született már, de az ő szülei is Erdélyből, Hadikfalváról érkeztek a betelepítések során. És hát igazából mindegyik család földműveléssel, gazdálkodással foglalkozott. Én így nőttem fel a gyerekkoromban itt Felsőnánán. Sok időt töltöttem gyerekkoromban a felsőnánai nagyapámmal. Ő állattartással foglalkozott, mindig kint voltunk a mezőn, füvet vágtunk, lucernát, szénát hordtunk be, fejtük a teheneket, elláttuk az állatokat, én ezt nagyon élveztem. És így ez az állatoknak a szeretete szerintem ez így belém is ivódott, mert a mai napig én nagyon szívesen foglalkozok állatokkal, gazdálkodással, a családban, jelen pillanatban is szántóföldi kultúrában, növénytermesztéssel is foglalkozunk, ezt édesapám csinálja, édesanyám már ő is nyugdíjas, viszont ő inkább a pénzügyi szektorban dolgozott, könyveléssel foglalkozik, rengeteg helyi vállalkozónak és máshol is, más vállalkozóknak is könyvelést csinál, ellátja ehhez hasonló feladatokat. Egy ideig próbálkoztam belekóstolni, de rájöttem, hogy az nem az én világom lesz ez a könyvelés, mert ott csak számok vannak és elég száraz egy dolog. A gazdálkodás viszont azt gyakorlom is. Nyilván nem annyira, mint hogyha 100%-ig én csinálnám, hiszen a polgármesterkedés most a legfőbb feladatom. Viszont édesapám mellett mindig besegítek, és a jövőben úgy is tervezzük, hogy én fogom vinni a gazdálkodást a családban. Hát muszáj harmóniában lenni szerintem a természettel, pláne így egy ilyen településen, ami igazából nem egy városi közeg, hanem amerre nézünk, mindenhol fák, bokrok, megyünk 1 kilométert, kint vagyunk a faluból, erdők, mezők vannak állatokkal, úgyhogy itt szerintem ez elengedhetetlen, hogy valamilyen szinten a természettel harmóniában legyünk. Vagyis megpróbáljunk legalábbis abban lenni, mert azért a modern gazdálkodás sem az állatokkal, meg a természettel való harmóniáról szól leginkább. Óvodásként és az általános iskolai tanulmányaimat is nekem szerencsém volt, hogy itt Felsőnánán tudtam elvégezni, és ezt követően a 8. általánost ugye elvégeztem itt, utána mentem Szekszárdra, akkor még 505-nek hívták. Én ott akkor elektrotechnikusnak tanultam, viszont a szakmát ott nem szereztem meg, hanem a 4 év után az érettségit követően én egy határrendészeti iskolába mentem el, határrendésznek tanultam, ez 2 éves iskola volt, ezt követően, a 2 évet követően én Beremedre szereltem fel határőrnek. Ott 1,5 évet töltöttem el, és ezután a családdal megbeszélt dolgok alapján, mivel vállalkozást szerettünk volna itt beindítani a családon belül, átkértem magam a rendőrségre, és 2007-ben Szekszárdra kerültem ide a közrendvédelmi osztályra járőrként, és hát egészen 2019-ig ott is maradtam, mert a vállalkozást végül nem indítottuk be, egyéb okok miatt, és maradtam rendőr. És 2019 után jött ez a váltás, hogy polgármester lettem Felsőnánán. Természetesen itt azért Felsőnánán nem jellemző az, hogy valaki egyedül induljon a polgármesteri pozícióért, úgyhogy mindig volt más induló is. Természetesen amikor én indultam, az előző polgármester is indult, és a jelen pillanatban is ugye 4-en voltunk a választáson polgármester jelöltek. Egyik pillanatról a másik pillanatra jött el ez az ötlet, hogy én polgármester szeretnék lenni, hanem hát ugye a családomat itt a településen azért mindenki jól ismeri, és szokták is bizalommal felkeresni őket különböző dolgokkal kapcsolatosan. Édesapám is állandóan, ha valaki oda megy hozzá, segít nekik, bármiről is legyen szó, amiben tud segít. Édesanyám ugyanígy, amit említettem, hogy rengeteg mindenkinek segít a könyvelésbe, esetleg adóbevallástól kezdve mindennel felszokták őket keresni. És hát régebben, most már annyira ez nem jellemző, de régebben nagyon ritka volt az, hogyha valaki, amikor még én is otthon laktam a szüleimnél, hogy úgy telt volna el egy nap, hogy 2-3-an ne jöttek volna be, hogy szia Gazsi, tudnál segíteni? Vagy Rózsika, tudnál segíteni valamibe?
Úgyhogy mindig, minden nap jött valaki, hogy valamilyen segítséget kérjen, és szerintem ez volt az egyik legfontosabb dolog az emberek szemében, mert itt a kis települések életében én úgy gondolom a nagyokkal ellentétben, hogy a személyes kapcsolat az egyik legfontosabb azon a téren, hogy valakit mondjuk egy ilyen pozícióra megválasszanak. Mert a szülők alapján is megítélik a gyereket, mert gondolják, hogy ha na ők olyanok, akkor valószínűleg egy gyerek is. Nyilván van eltérő dolog is, aki a legnagyobb támogatást adja nekem, az nyilván a családom. És rengeteget szoktunk beszélgetni, azért nyilván az ember hazamegy a feleségével, azért nem kevés időt tölt el. Mondjuk leginkább a munkahelyén tölti az emberek java az idejét, de amikor hazamegy, akkor amikor a gyerekek mellett jut idő beszélgetésre, akkor azért sok minden szóba szokott jönni, és hát úgy van rendjén, hogyha az embernek a házastársa a támasza, és meg tudjuk beszélni egymás között ezeket a dolgokat, és szerencsém van ezen a téren, mert sikerül mindig mindent megbeszélni. És mint ahogy említettem a szüleimet, velük is azért sok mindent meg tudunk beszélni, és sok jó tanácsot tudnak adni. Igazából az a baj, hogy én olyan ember vagyok, hogy szeretek mindig minél többet mindent csinálni, és sokszor az időmnek meg a kapacitásomnak a túlvállalásával vagyok bajba, mert sok mindent bevállalok, és nem mindenre jut időm. És ez a hobbim terén is így van sajnos, mert az én egyik otthoni hobbim az a kertészkedés lenne, de hát nagyon kevés idő jut rá, és ez azért meg is látszik a kerten is. Ebbe az évbe kezdtem, de még sok idő lesz, mire ez a kert olyan lesz, amit én szeretnék belőle csinálni. Mindenféleképpen a biokertészkedés lenne az én fő célom, mert hát a mai fogyasztói társadalomban azok az élelmiszerek, amik vannak, hát Szabó Gyuri bácsi fogalmazta meg ezt legjobban, a bükki füves ember, hogy elkezdődött az ételszemétgyártás. És én ebből az ételszemétgyártásból én szeretnék kimaradni, és nem is szeretném ezt a fajta ételeket fogyasztani. Amennyire módunk van, lehetőségünk van, elkerüljük. Hát én abba bízok, hogy igazából a gyerekeimnek a nevelése során nem is az, hogy én mit mondok nekik, hanem hogy mit mutatok nekik. Ha ők azt látják, hogy én teszek azért, hogy egészségesebb legyek, függetlenül attól, hogy most gyerekként nem lehet azt elvárni tőlük, hogy minden reggel itt meg a homoktövisedet, ne egyéb cukros dolgokat, ne igyál ilyen dolgot, de ha azt látják, hogy én nem kólát iszok, hanem vizet iszok mindig, ha nem a legédesebb sütit eszek, hanem eszek helyette egy gyümölcsöt, akkor ez majd az évek során, amikor ők is nagyobbak lesznek, ez célba fog érni ez a nem is a nevelés, hanem a példamutatás inkább. Én ebben hiszek, és ezen a téren próbálom a gyerekeimet is nevelni, nem egyszerű. Hiszen a nagyobbik lányom az ma holnap 12 éves lesz, benne van a serdülőkorba, és hát nem egyszerű vele. Feleségemmel 2020-ban ismerkedtünk úgy össze, hogy komolyabbra szövődtek a szálak, és ebből a házasságomból született még egy kislányom, aki augusztus végén lesz 2 éves, úgyhogy vele még ilyen jellegű problémák nincsenek, mint a naggyal, viszont vannak más problémák. Kis cserfes, állandóan beszél, szóval vele sem egyszerű. 12 éves gyereket nem ez fog vonzani, hogy ő most kijöjjön és nekem kigyomlálja a kertemet. Mert hogy ott van az a gaz, és aznak nem kéne ott lenni, úgyhogy... De ez már nem az az idő, mint amikor én voltam gyerek, ugye, hogy azért ki kellett venni a házi munkából a részünket, a mai világban ezt már a szülők nem is várják el, meg egyre nehezebb is elváratni a gyerekektől, hogy csináld meg a szobádat, legyen rend, tanuljál, ez legyen az ő feladata jelen pillanatban. Én úgy gondolom, hogy ha ennek megfelel, én már örülök. Az óvoda az jelen pillanatban is van felsőnánán, viszont az általános iskola első-második osztálya az, amelyik még itt megtalálható a településen. Reményeink szerint ez marad is, de ez sok mindentől fog függni, mert ugye a gyereklétszám is a törvény szabályozza, hogy bizonyos gyereklétszám alatt nem lehet különálló
intézményt üzemeltetni, vagy tagintézményt, meg hát a pedagógus kérdés itt is, mert a tanítónk, aki van, az idei évben eléri a nyugdíjkorhatárt, és úgy fogja megkezdeni már a következő évet, hogy ő vállalta, hogy ő tovább tanítja a gyerekeket, viszont ha nem lesz rövidesen helyette új pedagógus, akkor ha akarjuk, ha nem, tanár nélkül ugye nem tud üzemelni egy iskola, és akkor az alsósok, vagy az első-második osztály is megy a többiekkel zombára. Igazából, amit ki tudnék emelni, egy nagyon aktív civil szervezetünk van, a Felsőnán a Jövőért Alapítvány. Ők rendszeresen pályáznak, szoktak is nyerni különböző pályázatokon, rendezvények szervezésére, akár konditerem felújítására, eszközök beszerzésére. Alapítványi házat tudtak vásárolni belőle, ahol különböző programokat tudnak szervezni, úgyhogy ők igen aktív részei a felsőnánai életnek, ami személy szerint én ennek nagyon örülök, hogy ők ilyen aktívan tudnak részt venni a településnek az életébe, mert az önkormányzat mellett nem más is tud szervezni bármiféle rendezvényt, és ez azért jó a településen élőknek. Hát ez, hogy különböző népcsoportok éltek itt a település történelme alatt, jelen pillanatban annyiból érződik, hogy van egy Felsőnán a német nemzetiségi önkormányzata, akik próbálják és gyakorolják is a német hagyományoknak a megőrzését, különböző rendezvényeket szerveznek, és próbálják a német kultúrát életben tartani itt a településen. Viszont ezt leszámítva, hát a németeknek a nyomai még látszódnak különböző épületeken, az istálókon, az építésnek a módjain, azért még itt-ott feltalálhatók a régi építési szokások, de magának a településnek az életében ezek úgy jelentősen most már nem észrevehetőek. A lakosoknál sem, igazából teljesen összecsiszolódott az összes népcsoport, és nincsenek különbségek. Én úgy gondolom, hogy nincsenek különbségek. Hát a település jövőjét illetően én sok mindent szoktam kitalálni, ami vagy megvalósítható, vagy nem. Ez a kertészkedés is, én úgy gondolom, hogy azért nagyon sokan vannak úgy vele, akik még most is aktívan kertészkednek, hogy jövőre már nem csinálom. Ezt így már nem éri meg. Meg tudom venni a boltba, és én igazából a szemléletet szeretném, vagy gondolnám átformálni, mert ha azt nézzük, hogy mi éri meg anyagilag, és azért rengeteg mindenkinél, nálam is ezért ez egy fő szempont, és figyelembe kell venni mindenféleképpen, hogy mi az, ami anyagilag megéri az embereknek. A tömegtermeléssel nem lehet fölvenni a versenyt anyagilag az ilyen kis kertészetek vagy kertekben, mert annyi kártevő van, olyan kártevők vannak, ami ellen való védekezés, az nagyon sokba kerül, az időjárási körülmények, aszály, nagy eső, stb. Azok szintén, és ezek a kiskertek azért ezek ellen a körülmények ellen azért nagyban nincsenek védve, mint egy nagy kertészet, aki föl van arra készülve, mert neki profitot kell termelni, és sokan ez miatt mondják azt, hogy én már nem csinálom, hát olyan kevés krumpli termet, ezt meg tudtam volna venni a boltba is, és én nem fogok ezzel még dolgozni is azért, hogy veszteségem legyen. A település jövőjét illetően mindenféleképpen, amit mondtam is, hogy sok tervem szokott lenni, ami megvalósítható, meg olyan is, ami nem megvalósítható, de én mindenképpen azt látom jónak, hogyha valamit ki fogunk találni arra való tekintettel, hogy milyen plusz jövedelmet tudjon az önkormányzat teremteni magának, mert jelen pillanatban az iparűzési adóból megélni egy ekkora településnek lehetetlenség. Az arra jó, hogy elvegetálunk, de fejlesztésekre és egyéb más dolgoknak a javítására nem elég ez a pénz, ami jelen pillanatban a településen rendelkezésre áll. Arra meg, hogy most lesz pályázat, nem lesz pályázat, várunk, azt vagy összejön, vagy nem. Ebből nem fogunk élni, úgyhogy mindenképpen valami olyan
tevékenységnek a kitalálásán töröm a fejemet, amivel a településnek plusz jövedelmet tudunk összehozni. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy fontos dolog, mert pénz nélkül a tervek maradnak, az ötletek maradnak, és semmi nem fog történni.